Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves egybegyűlt közösség, kedves testvéreim, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és mindnyájan otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával együtt ünnepeltek, örömünnepen veszünk részt a gazdagréti Szent Angyalok templom búcsú ünnepén, köszöntve a Szent Angyalokat, kiváltképpen a Szent Őrző Angyalokat, akiknek ma ünnepnapja van, és így az ő további oltalmukat és segítségüket is kérjük. Legyen áldás a mai ünnepen, együttléten, és a Szentmise kegyelméből merítsünk erőt szolgálatunkhoz. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Monsignore Marco Frisina atyát, a római lateráni bazilika karnagyát, vagyis a pápa templomának a karnagyát, világszerte ismert zeneszerzőt, aki elfogadta immár másodszor plébániánk meghívását, és eljött közénk, és most ennek a búcsú ünnepnek a szolgálatát is elvállalta, amiért különösen hálásak vagyunk, hogy nem csak zenéjével ajándékozott meg minket, hiszen idén is egy új darabot írt számunkra, hanem imádságos, igehirdető gondolataival is megajándékoz minket, Isten hozta Frisina atyát. Vorrei salutare con distinto affetto Monsignor Marco Frisina, maestro di cappella della Basilica Lateranense, quindi della Cattedrale del Santo Padre, che è già la seconda volta che ha accettato il nostro invito per celebrare con noi in questa festa della nostra Chiesa, dei Santi Angeli Custodi. Monsignor Frisina, noto in tutto il mondo come autore di musica sacra, ci ha regalato anche quest'anno un pezzo dedicato per la nostra festa, ma ci regalerà anche i suoi pensieri spirituali nell'omelia. Grazie, Don Marco. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. És a te lelkeddel. Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim. Hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szetőbe lesz az Máriát, az összes angyalokat is szentetek, és ilyenek testvéreim, hogy mi változatot életem, Urunkhoz Istenünkhöz. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dicsőség a magasságban Istennel,
Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója leszek szorongatóidnak, akkor angyalom előtted fog járni. Ez az Isten igéje. Amen.
Szent Lecke a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével, míg életüket sem kimélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus oda hívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Innanzitutto volevo salutarvi e anche ringraziarvi per avere la possibilità di condividere con voi questo giorno di festa per la vostra parrocchia. Mindenek előtt szeretnélek üdvözölni mindannyiótokat, és kifejezni örömömet, hogy együtt ünnepelhetem meg veletek ennek a plébániának búcsú ünnepét. La festa degli angeli. E questi giorni abbiamo avuto la possibilità di celebrare anche i Santi Arcangeli il 29 e oggi gli Angeli Custodi ci danno la possibilità di contemplare il grande mistero della provvidenza.
Az elmúlt napokban ünnepelhettük a Szent Főangyalok ünnepét, ma pedig a Szent Őrzőangyalok ünnepét, és ez alkalmat ad számunkra, hogy a gondviselés titkáról elmélkedjünk. Gli angeli sono al servizio di Dio e lui li pone al servizio degli uomini. Az angyalok Isten szolgálatában állnak, Isten pedig az emberek szolgálatára rendeli őket. Ed è proprio questo servizio degli angeli per gli uomini che nasce dalla redenzione di Cristo. És az angyaloknak ez a szolgálata az emberek iránt a Krisztus által elhozott megváltásból fakad. Gesù è vero uomo e vero Dio ed è proprio questa sua realtà di essere Dio e uomo ha fatto sì che gli angeli che erano a servizio di Dio diventano anche a servizio dell'uomo attraverso Cristo. Mint ahogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, így vált lehetővé, hogy az angyalok, akik Isten szolgálatában állnak, az ember szolgálatára lehetnek Jézus Krisztus megváltásának révén. E gli angeli ci guidano, ci custodiscono, ci proteggono affinché possiamo essere sempre più simili a Cristo. Az angyalok pedig vezetnek, óvnak, őriznek bennünket, hogy mindinkább hasonlókká válhassunk Krisztushoz. Ci accompagnano in mezzo alle vicende della vita, ci custodiscono e ci consigliano la via migliore per essere santificati dalla grazia e diventare come Gesù. Az élet történései közepette elkísérnek bennünket az angyalok, és tanácsot adnak számunkra, hogyan kövessük az Isten kegyelmének útját, hogy mindinkább hasonlóvá válhassunk Krisztushoz. E la loro essenza, la loro identità come angeli è tutta nel fare la volontà di Dio. Az angyalok lényege, az ő identitásuk abban áll, hogy Isten akaratát cselekedjék mindenben. Essi sono come degli specchi che riflettono la luce di Dio e riportano questa luce agli uomini. E in questo loro servizio viene svolto con amore, viene svolto con gioia dagli angeli, perché riflettendo la luce di Dio, loro riflettono il suo amore e la sua bellezza. Nella nostra vita gli angeli hanno quindi il ruolo di farci intravedere sempre la luce di Dio. Az tehát az angyalok szerepe a mi életünkben, hogy mindig Isten világosságát mutassák meg számunkra. E la realtà degli angeli custodi sta tutta proprio in questa volontà di Dio che la sua luce possa sempre accompagnarci. Az őrző angyaloknak pedig éppen az a lényege. Istennek az a szándéka, hogy mindig mellettünk legyenek az angyalok, akik kísérnek és óvnak bennünket. Con loro la luce di Dio segna il nostro cammino come una lanterna che rischiara il cammino per non farci cadere nel buio. Általuk az Isten világossága ragyogja be utunkat,
mint a lámpás megvilágítja azt az utat, amelyen járnunk kell, nehogy elessünk. E nella provvidenza, che è il progetto di Dio per tutti noi, la presenza degli angeli è importante proprio perché fa sì che il progetto di Dio possa essere più facilmente realizzato. És a gondviselés tervében az angyalok jelenléte éppen azért fontos, mert megkönnyítik azt, hogy Istennek velünk kapcsolatos terve megvalósulhasson. Ecco perché Gesù, parlando degli angeli, parla sempre di coloro che vedono il volto di Dio. Ezért mondja Jézus, amikor az angyalokról beszél, hogy ők azok, akik Isten arcát látják. E questo volto di Dio lo riflettono per noi nella nostra vita. És Isten arcát tükrözik vissza számunkra az életben. Ecco allora che il Signore oggi ci chiede di essere docili alla guida degli angeli e a non prendere strade diverse da quelle che questi angeli ci indicano. Azt kéri tehát tőlünk az Isten, hogy figyeljünk oda, hallgassunk az angyalok szavára, hogy ne más útra térjünk, mint amit ők jeleznek számunkra. E questi angeli come fanno a fare questo servizio? Lo fanno mostrandoci nelle esperienze che noi facciamo della vita, mostrandoci in queste esperienze ciò che il Signore rivela. És hogyan végzik ezen szolgálatukat életünkben az angyalok? Úgy, hogy mindennapi életünk tapasztalataiban megmutatják azt, amit a Jóisten kinyilatkoztat számunkra. Sono i collaboratori di Dio per noi, sono gli aiutanti di Dio per indicarci la strada. Isten munkatársai ők a mi javunkra, hogy megmutassák számunkra az utat. Solo con questo aiuto lo Spirito Santo può riversarsi con abbondanza nella nostra vita e nel nostro cuore. Az ő segítségükkel tud a Szentlélek kiáradni a mi életünkre, kiáradni a mi szívünkbe. E ogni volta che noi sentiamo la il dubbio e l'indecisione su quale strada prendere, invochiamo il nostro angelo custode. Valahányszor tehát kétségeink vannak, kétkedünk, hogy melyik utat válasszuk, hívjuk hát segítségül őrző angyalunkat. Sia lui a consigliarci, sia lui a spingerci verso il bene. Legyen ő tanácsadónk, aki a jó felé vezet bennünket. E sia lui a difenderci dal male, sia lui a difenderci dagli assalti che il diavolo prova sempre di fare con noi. Legyen ő, aki védelmez bennünket, aki megóv bennünket a gonosz, az ördög támadásaitól, aki mindig próbálkozik velünk. E lo Spirito Santo che anima gli angeli, anima anche noi. È lo stesso Spirito che unisce tutti noi, uomini e angeli, unisce tutti a Dio. Az Isten szent lelke működik az angyalokban, mint ahogy bennünk is Isten lelke működik, így tehát a Szentlélek az, aki egyesít bennünket és az angyalokat is Istenben. Ed è questo stesso spirito allora che potrà agire con forza e libertà trasformando la nostra vita secondo la volontà di Dio. Így tehát a Szentlélek működhet a mi életünkben is, hogy átalakítsa azt Isten szándékai szerint.
E vi dico una cosa che si può fare proprio per facendo un atto di carità, di amore nei confronti dei fratelli. És elárulok egy dolgot, mi az, amit meg lehet tenni szeretetből embertársaink, testvéreink felé. Quando vediamo qualcuno che o soffre o si trova nella miseria o nel pericolo, ha valakivel találkozunk, aki szenved, szükséget szenved, vagy veszélyben van, oppure è uno sconosciuto che incontriamo, magari così camminando nella città, in posto di lavoro, sui mezzi pubblici, sul treno. Legyen akár egy ismeretlen, akivel a várost járva az utcán találkozunk, vagy a tömegközlekedési eszközökön, a vonaton akár. Preghiamo noi il suo angelo custode. E chiediamo al Signore e chiediamo all'angelo custode di proteggerlo, custodirlo, guidarlo. Imádkozzunk mi az ő őrző angyalához, hogy segítse, védelmezze ezt az embert. Perché tutti noi abbiamo un angelo custode e probabilmente tanti uomini e donne non lo hanno mai pregato. Mert hogy mindannyiunknak van őrangyala, de sajnos nagyon sokan valószínűleg még nem imádkoztak hozzá. E se noi non possiamo aiutare queste persone direttamente, lasciamo che sia l'angelo custode a aiutarli e a guidarli verso Dio. S ha mi esetleg közvetlenül nem is segíthetünk ezeknek az embereknek, engedjük, tegyük lehetővé, hogy az őrangyal legyen az, aki segít nekik, és Isten felé vezeti őket. Dobbiamo sempre pensare che tra noi e Dio, tra noi e il paradiso, non c'è una lontananza. Gondoljunk bele, hogy köztünk és Isten között, köztünk és a mennyország között nem valami hatalmas távolság feszül. Perché il mondo di Dio, i santi, gli angeli, sono intorno a noi, accanto a noi, e noi però non li vediamo, perché non abbiamo abbastanza fede e non abbiamo un cuore aperto per vederli. Hiszen Isten országa, a szentek, az angyalok itt vannak közöttünk, csak mi nem látjuk őket szemeinkkel, mert nem elég nagy a hitünk, nem eléggé nyitott a szívünk. Se noi impariamo ad avere un cuore puro, semplice, se impariamo ad aprire gli occhi dell'anima, come i santi ci insegnano, potremo vedere il paradiso, il mondo di Dio accanto a noi. Ha megtanuljuk, hogyan legyen egyszerű és nyitott szívünk, ha megtanulunk a lélek szemeivel nézni a világra, akkor észrevesszük köröttünk Isten országát, a mennyországot, ami köztünk van. Come dice Gesù, dobbiamo tornare bambini nell'innocenza. Dobbiamo tornare semplici con il cuore e allora gli occhi si apriranno e sarà molto più facile sentire, conoscere la bellezza del cielo accanto a noi. Amint Jézus is buzdít, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek, a nyitott szívvel, az egyszerűséggel tekintsünk a világra, és akkor sokkal könnyebben észrevesszük majd a mennyországot, amely itt van a közelünkben. E allora chiediamo proprio per l'intercessione degli angeli e dei nostri angeli custodi, chiediamo al Signore di aprire il nostro cuore per renderlo capace di conoscere la bellezza del cielo. Kérjük tehát az angyaloktól, saját őrangyalunktól, hogy segítsen megnyitni szívünket, hogy megláthassuk a mennyországot.
e di poter così vedere qual è il progetto d'amore di Dio per noi, per poterlo vivere in pienezza nella gioia. És így megérthessük mi Isten szeretetének terve mi velünk, és azt a maga teljességében megvalósíthassuk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, Istenünket, hogy amint az angyalok őrzésére bízta a lelki előrehaladásunkat, úgy közben járásukra adjon meg minden szükséges kegyelmet. Adj, Urunk, gyengeségünkben erőt, hogy szilárdan álljunk a rossz elleni küzdelemben. Tégy figyelmessé bennünket, Uram, őrző angyalunk indítására. Irányíts bennünket a jóra és a tökéletesebbre űrangyalaink vezetésével. Fogadd dicsőítésünket és könyörgésünket az űrangyalok közvetítésével. Őrangyalunk vezessen a földi élet végén országod dicsőségébe. Gondviselő mennyei atyánk, téged az angyalok mérhetetlen serege szolgál. Jóságodban őrangyalt állítottál mellénk. Kérünk add, hogy figyelmes lélekkel kövessük indításukat, és így elérhessük kegyelmet teljességét. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Lemeltük az Úrhoz. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Méltó és igazságos. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui la moltitudine degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazd engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Ámen. Yeah.
Kedves testvéreim, most azokra a testvéreinkre gondolunk, akik otthonaikban ünnepelnek velünk, akik nem tudnak elmenni templomba, nem tudnak szentáldozáshoz járulni szentségi módon, és ide sem tudtak eljönni esetleg a mai ünnepre személyesen, de velünk vannak az Apostol Televízió közvetítésével. A lelki áldozással osztozunk imádságos életükben. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Kedves testvéreim, bizonyára meghatódottsággal hallgattuk a szentáldozás alatt Monsignor Frisina atyának csodálatos kórusművét, a Supplices Terogámust, amelyet tavaly, egy évvel ezelőtt komponált plébániánk felkérésére, és amelynek ősbemutatója itt volt a templomunkban az elmúlt év szeptember 8-án, Robert Sara bíboros úr jelenlétében. Majd pedig ez a csodálatos mű a Jóisten gondviseléséből a pápai misének a felajánlásakor szólalt meg, 2000 fős kórus előadásában, amelyet maga Frisina atya vezényelt. Most is köszönjük ezt a szép, csodálatos kórusművet, ami most csak orgona kísérettel ugyan, így hangzott el, de majd este a zenekari kíséretben is meghallgathatjuk. És azt a szép őrangyalhoz szóló imát is köszönjük, amit most erre a mai búcsúra komponált Frisina atya. Ma este 6 órakor lesz az a reményeink szerint, sőt, várakozásaink szerint az a csodálatos hangverseny, amelyet maga Márkó atya állított össze, és ő maga fogja vezényelni műveit, közben pedig bibliai, teológiai gondolatokkal ajándékoz meg bennünket. Mindenkit nagy szeretettel várunk erre az angyalos koncertre, amit itt személyesen lehet most a mai napon meghallgatni. A kedves televízió nézők majd egy későbbi meglepetés műsorban idézhetik fel a mai ünnep zenei élményeit. A szervezés kiadása és a templomi egyéb növekvő kiadások érdekében a belépés az 2000 forintos támogatói jegyhez kapcsolódik, de gondolom, hogy ennyi anyagi áldozatot mindenki szívesen hoz ezért a gyönyörű koncertért. Ma este tehát 6 órai kezdettel itt a Szent Angyalok templomban Márkó Frisina atya angyalos koncertje. Egy másik különleges alkalomra is meghívlak benneteket. Holnap után lesz Itália védőszentjének és egyúttal az állatok védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek az ünnepe. Szent Ferenc életéből több kedves történet ismert, hogy mennyire szerette az állatokat. Ezért is számít az állatok védőszentjének, és az állatok nemzetközi napját az ő liturgikus ünnepén tartják. Régi szokás, főleg vidéken,
a háziállatok megáldása, itt a városi környezetben pedig a kedvtelésből tartott állatoknak a megáldása lehetséges. A szép szokáshoz kapcsolódva október 4-én, tehát kedden, délután 5 órakor, itt a templomkertben, itt a főbejáratnál a pergola között, meg fogom áldani a házi kedvenceiteket már, aki elhozza ide a templomba, és így kérjük a hivatalos áldások könyvében foglalt szertartás szerint a Jóisten áldását állatainkra. Hát én a halaimat nem tudom idehozni akváriummal együtt, de lehet, hogy a lórit, a kakadut idehozom erre a megáldásra, hogy ti is találkozzatok az én kedves lakótársammal, Lórival. Na de a tréfát vagy a tréfás valóságot félretéve még komoly programok állnak előttünk. Visszatérve Frizina atyának az itteni látogatásához, holnap délután 4 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Veres Pálné utcai előadó termében, a 4. emelet 7-es előadójában előadás lesz a zene szerepe életünkben gondolattal, amelyre Kránic Mihály atya, az ottani szervező, mindenkit nagy szeretettel vár. Legyünk minél többen ezen az értékes előadáson. Azt is jelzem, hogy holnap hétfőn és kedden reggel még itt van Frizina atya, és ő mondja majd a reggeli miséket, vagyis így, mint a mai alkalommal, együtt fogunk misézni, így két nyelven, tehát még van lehetőség vele találkozni hétfőn és kedden a reggel 8 órai szentmisén. Magyarok nagyasszonya ünnepén több közösségi programot is szerveznek helyi közösségeink. A családos csoport Makkos Máriára szervez kirándulást, énekkarunk pedig egy kórus találkozóra indul, Recskre, ahol fellépnek is, és ápolják a többi kórussal, az ott jelenlévőkkel a kapcsolatot. Ezzel szeretné a plébánia köszönetét is kinyilvánítani sok-sok próbáért, előkészületért, melyel énekkarunk erre a mai koncertre készült. Könyvbemutató is lesz október 15-én szombaton, délután 4-kor Kucsera János 10 évszázad magyar emlékei Bajorországban. Ennek a kötetének bemutatója lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Magyarok nagyasszonya ünnepe a következő Esperes kerületi búcsunknak is a napja. A Szikla templom búcsúja ez. A Szikla templom a magyarok nagyasszonya pártfogását élvezi. A pálos atyák hagyományosan este 8 órára várják a kedves híveket a Szikla templomba a búcsúi szentmisére. Lesz még egy másik programja is a Szent Gábriel Irodalmi Klubnak. A kulturális barangolás folytatódik az őszi Balaton környékén, irodalmi szinten. És még egy nagyon fontos közlemény, Rétvári tanár úr közleményei. Az egyik így közeli program, október 6-án csütörtökön a 900 éves zirci, ciszterci apátságba látogat a Zarándok Klub, és már hirdettük a következő fontos programokat is, ami külön szórólapon is megtalálható a hírlevélhez kapcsolódóan. Ne feledjük el, hogy tegnap elindult a népszámlálás, amely minden magyar állampolgár számára kötelező. Hitünkről, vallási hovatartozásunkról államilag vagy a civil törvények szerint nem vagyunk kötelesek nyilatkozni, de hívő meggyőződésünk arra kötelez minket, hogy valljuk meg hitünket, keresztény mi voltunkat és a vallási hovatartozásunkat a népszámláláson, ami most egyelőre online formába történik, aztán később elindulnak ezek az összeíró
emberek, akik ezt személyesen is folytatják, a népszámlálást. Úgy vélem, hogy nem maradt ki semmi a mai hirdetésből, így is hosszú volt. Természetesen arra felhívom a figyelmeteket, hogy a szűzanya őszi hónapjába léptünk. A október az a szűzanya őszi hónapja, gondoljunk erre a napi rózsafűzér imádság kapcsán. Most pedig kérjük az ünnepi áldást Monsignor Marco Frisina atyától, ima benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Most három himnuszunkat énekeljük.